különleges erő. Koszovó. Dragan Milevic háborús bűnös. Hármas kóta csomag megérkezett. Sajnálom.
Afganisztán, Kabul. Már veszed is? Igen. Mit csinálsz? Nincs mit rejtegetnem. Emlékszel, milyen volt először Kabulban? Hát persze. Elnézést. Meséltem neked egy lányról, akit adósság fejében eladtak. És azt mondtad, csak úgy változtathatjuk meg a világot. Ha közzé tesszük a történeteket, emlékszem. Akkor most elmondom az enyémet. Anyám szeretett egy férfit, mégis máshoz kényszerítették feleségül. Gyerekként nap mint nap végignéztük, hogy próbálja lemosni a hűtlenség szégyenét. Aztán egy nap kiment a hátsó kertbe, és benzint öntött magára. Majd meggyújtotta. A nővérem, Aisha arcát, a férje akkor este össze-vissza vágta. Büntetésképpen anyja gyengeségéért. Szóval téged adtak el kislányként? Miért mesélted ezt el? Hogy megvédjelek Zajevtől. Mi köze ennek hozzá? Szerinted honnan ismerem őt ennyire? Mert Zajev családjának adtak el. Felfeded magad a kamerának. Miért kockáztatsz? Mert most láttalak téged. Utoljára. Ezt hogy érted? Ez a Zajev mindent tud. Rájött. Sajnálom, most mennem kell. Majna, kérlek, várj! Maradj még! Ki tudlak vinni? Kérlek, gyere velem! Menned kell, hogy elmeséld a történetemet. Menj és többet ne gyere vissza! Amin, ne most! Majna! Megtalálták a házat! Majna! El kell tűnnötök onnan! Azonnal induljatok! Meg is kik? Hallod? Elsa, most rögtön! Jó, gyere értem! Eltűnt! Meg kell találnunk! Ugye csak viccelsz? Majna veszélyben van! Vigyél el hozzá! Így viszont, mi kerülünk veszélybe? Amin, húzz bele! Fordulj be jobbra! Bukd le, gyorsan, siess! Franciaország, a különleges erők bázisa. Sosem mondanék ilyet. Tudja, hogy nem igaz. Képtelenség. Tudod, hogy az anyámmal találkoztam. Persze, mert anyád ki nem állhat, és ne csapd be az ajtót. De hogy utál, csak éretlennek tart. Nem vagyok éretlen. Dehogy nem vagy az. Vigyázz az ajtóra, kérlek. Mit parázol úgy? Csak egy halom régi ócskavas. Ja. Hello. Elmondtad neki? Nem. Szerinted éretlen vagyok? Éretlen. Lapozzunk. Oké. Na mi a baj? Lisa össze akar költözni. Mióta is? Kb. 5 éve vagytok együtt. Ja, tudom. Észre se vettem, úgy elszállt az idő. Lassan eladom a kocsit és veszek egy labradort, és kékre festem az egyik szobát. Boldog szülinapot! Köszi, drága vagy. Kabul, Merindi Hotel. Mit akarsz tenni? Elsa, talán ideje szabadságra menned, ahogy tervezted. Vegyél fel 2 óra múlva. Kiállhatatlan vagy. Normandiában egy szakasz életét mentette meg ez az iránytű.
Múzeumban lenne a helyed, de úgy döntöttünk, neked adjuk. Boldog szülinapot, pajtás! Köszönöm! Remélem, Szalajmáni segít megtalálni. Májna elment. Semmit se tehetsz már érte. Nem hagyhatom cserben. Szalajmáni! Erre! Szalem aleikum! Aleikum szalem! Kérem, Szalajmáni, segítenie kell. Beszélnem kell Zájeffel. Meg kell találnom Májnát. Nem ismerek semmilyen Zájeffet. Nagyon sajnálom, Elsa. Nem tehettem mást. Én vagyok, futás! Jól vagy? Igen. Igen, ott van. Párizs, Elsa Casanova szerkesztősége. Jacques. A külügyminiszter keres. Ó, köszönöm. Halló, Jacques Borrever. Jó napot, miniszter úr. Tessék? Hogy mi? Mi történt? Gőzöm sincs. Igen. Rendben, admirális. Értettem. Elszát most rabolták el a tálibok. Párizs, Elizé palota. Nemzetbiztonsági tanács, zöld szalon. Halljuk a részleteket az ország legtájékozottabb emberétől. Zájeff fanatikus, különösen kiszámíthatatlan. Élve akarom visszakapni a nőt. Világos? Van róla elképzelésük, hogy hol tartják fogva? Feltételezzük, hogy Zájeff visszatért a birtokára. Törzsi területre, amit bevehetetlennek tart. Oda küldhetünk egy különlegesen kiképzett egységet. Hány embert? Úgy 60-at. Mikor? A repülő már úton van, elnök úr. Afganisztán, Vardak tartomány. Helikopter, küldjük a felszerelést!
pakisztáni afgán határ, Gandamak tábor. Ráéreztek egy kicsit. Oké, gyertek! A módszerem roppant egyszerű. Balra határ, jobbra határ. Ha valaki elhagyja a sávot, sajátos módon emlékeztetem rá. Mindannyian megtanulnak szembeszélben pisálni, és a szellentésüket meggyújtani. Vissza a dzsuvába. A légierősrász nyári vakációra jött? Velünk van. Mi? Hé, Viktor! Tedd el azt a stukkert, a parancsnok már vár ránk. Micsoda póló! Az anyját, te dögös! Vettem neked gyerek méretben. Sirály, mi a pálya, öreg? Na, húzzuk, haver. Mi bajod van, te porom? Te jól vagy? Annyira sajnálom, ami hallgatnom kellett volna rád. Ne sajnáld. Félek. Ne add át magad neki. Érted? Rejtsd el a félelmet. Megölhetnek, de nem győzhetnek le. Hallod? Parancsnok, százados. Parancsnok. Uraim. Mint látjátok, új mesterlövészünk van. Új és még szűz. Hogy megy a célzás? 250 méterről lekapom a nyulat. Hoppácska! Te gyilkos! Mint mindig, van egy jó és egy rossz hírem. Legrosszabb esetben nyulat eszünk vacsira. A rossz hír. A túszok Pakisztánban vannak, törzsi területen. Eltolták a szülinapodat, mi? A jó hír, hogy ez csak egy felderítő küldetés. Végre egyszer nézők leszünk, nem szereplők. Kérdés? Csak szólok. Elsza Kaszanova az a riporter, aki ellenzi a jelenlétünk. Más kérdés? Igen. És jó a csaj. Miért nem kért inkább tőlem interjút? Sokkal civilizáltabban intéztük volna. Civilizáltan? Ön hívott kabuli mészárosnak. Az afgán nők rémálmának.
Ugye ez a címe az utolsó cikkének. Mit csinált Majnával? Mit tettem Majnával? Mit tettek vele a hazugságai? Ó, ismerem magát. Jó családból való sikeres riporter. De nézzem magára. Most úgy ül itt, mint egy kutya. Hét nagyszerű év Cambridge-ben. Manir Zaev Khan fia. A leghatalmasabb vezető fia. És mégis, most itt ül velem. Csak magának köszönheti. Én hívtam ide, az országomba? Azért, hogy fegyverre terjessze nálunk a demokráciát? Még mindig jobb, mint kislányokat eladni. Ha jól tudom, az interjú során a kamera mögötti személy teszi fel a kérdést. Szerintem ez a kérdés elég helyén való lesz. Hisz ön Istenben? Igen. Hiszek Istenben. Hangosan. Hangosan. Nem tudom felolvasni. Miért nem nézi? Nézzen rám! Erezd! Hozd Szalajmanit! Ne tegye ezt! Ne csinálja! Megédesítem a halálát! Ne tegye ezt vele, kérem! Kérem, ne csinálja! Ne tegye ezt! Kérem, ne csinálja! Charles de Gaulle repülőgép anyahajó Pakisztán partjai. Güzenek admirális, a különleges erők parancsnoka. Engedélyt kérek a fedélzetre lépni. Az engedélyt megadom. Időjárás jelentés fél óránként. Értesítsen a felszállnak. Beszélnem kell Kovácsszal. 12 órával később. Kapcsolja ki. Elmebeteg. A világ összes hírcsatornája a riporterünk kapcsolatának lefejezését sugározza. Mikor avatkozhatunk be? 24 órán belül. Ebben az esetben már vesztettünk. Nem biztos, elnök úr. Maradt egy utolsó ütőkártyánk. Mindent tudsz. Lesz egy kis változás. Mekkora a siker esélye?
Ilyen jellegű műveletnél semmi garancia nincs, elnök úr. A különleges erőkön múlik. Zöld utat adok. Azt hiszem, dupla lőszert kell vinnünk. Imádom a munkám. Hogy mondod? Imádom a munkámat. Megpróbálhatjuk. Nyithatod az ajtót. Első nap. Ugrásod felkészült. Pakisztán törzsi területek. Üdv újra Pakisztánban! Egy óránk van elérni a pozíciót. Akkor nincs időnk vásárolni. Pakisztán, Peshawar. Pakisztáni titkos szolgálat. Mollah Zukhan, Talib szellemi vezető. Szalem alaikum. Va alaikum szalam. Allah áldása kísérjen mindvégig. Üdvözlöm a súra tagjait. Nem végzett vele. Hittestvéreink szerint nem érdemez bizalmat. Milyen alapon? A saját dicsőséget helyezted a mindenható akarat elébe. Hűszolgád vagyok. Arra a tisztáttalan nőre emlékeztette,
akivel Londonban hált. A nők a nyugat gyengesége. Ne hagyd magad megtéveszteni. A nőnek vesznie kell. Teljesítsd hát Allah akaratát. Roppant csalódott vagyok. Osztódással szaporodnak? Nem leszünk elegen. Fogd be, Tiktak, inkább hallja, mit látsz. Egy házat rácsos ablakokkal, parabolákkal. Ha ez hétvégi bungaló, akkor itt lesz. Mozgás 3 óránál. Mit csinálnak? Nem mozdulj. Csak nézzük. Igen. Mert? Mert nem ezért jöttünk. Nem itt van. Bazani Faranszavics, kar mekonét? Angolul, ha lehet. Elég volt ebből a nyelvből mára. Mit akarsz csinálni a francia újságíróval? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Gyerünk! Igen. Akkor 3-ra. 1, 2, 3. Tiszta. 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 Jó már, gyerünk, gyorsan! Hadsereg, magukért jöttünk! Ne mozduljad! Maradjon nyugton! Hello! Elszakasz a Nova? Amint a karud?
Forduljanak meg. Kövessék az utasításaimat. Megértették? Igen. Észrevettek minket. Kifelé. Indulás! Fejet le. Tiszta. Fedezékbe! Mindenhonnan jönnek! Minden felől! Mindenki vissza! Nyomás! Gyorsan! Elias, indulj! Elias, ha szólok, indulj! Feltartóztatom őket, majd csatlakozom. Mi a pokol folyik itt? Szájef! Szájef! Rajtunk ütöttek a kommandósok egy órája. Elhagytak két táskát. Megkönnyítették a döntésemet. Kezdetnek. Hozzátok el nekem a mesterlövész fejét! Takarodjatok! Eredjetek! Tűnjetek a szemem elé! Gyerünk, gyerünk! Gyerünk már! Üljön le. Elvesztettünk két rádiós táskát. Ez meg befúcsolt. Anélkül is értünk, jön a helikopter. Mutasd a karod. Vigyázz rá. Oké. Minden rendben lesz. Nyugodjon meg. Csak maradjon mellettem, és kapaszkodjon a hátizsákomba. Rendben? Rendben. Jól van. Adja a kezét. Köszönöm. Jöjjön. Ha megszorítod, leütlek. Bújjanak a szikla mögé. Rengetegen vannak. GPS? Észak 36, kelet 72. A hegyek közt lerázhatjuk őket. De nem érünk időben a megbeszélt helyre. Küldjek vészjelzést? Veszélyes, bemérhetnek a tálibok. Szerintem rég bemértek. Menj előre Mariusszal. Oké. Oké. Hová megyünk? Később indulnunk kell.
Segíthetek? Hogyne, ha van lőszere és rádiója. Hé, nézzétek, ki jön ott! Szerzett pár új barátot. Ez a teljes mexikói hadsereg. Igyekez, haver. Ez meg mit csinál? Felhergeli őket. Szeretnek játszani. Várunk. Várunk. És most! Nem tudom miért, de egyre többször habozok megnyomni a gombot. Egyre csak az jár a fejemben, hogy nem kéne. Pofa be és nyomd meg, százados. Igen, Marius. Segítek. Cserélni kell a kötést. Össze kéne varni. Igen, nyilvánvaló. 22 kilométerre vagyunk a célponttól, a világ segjukának csúcsán. Vigyázz a szádra. Bocs, de elragadtattam magam. Szólok előre, hogy nem vagyok jó varrónő. Mehet? Jól van? Persze. Tök jól. Vészjelzést küldenek. 20 kilométerre vannak a ponttól. Mozgásban? Negatív. Fél óra előnyünk van. A helikopterek. Ha fogták is a jelet, előbb oda mennek. Jól van? Ó, elnézést, de 3 napja nem ettünk. Csak nyugodtan, nem sietünk. Luca kicsit szívére vette a cikkét. A sereg sosem kedvelte a kritikát. Megfoltoztak. Minden aprójukat összevart. Nem mondod. Ne vigyorogj. Érdekes cikket írt. Köszönöm. Nem mondtam, hogy egyet értek. Bármilyet is küldtek ide, mi nem politizálunk. Tűnik, melegszik a szitu. Mi történt? Az egyik taxinknak annyi. Már csak 10 perc az előnyünk. Bakker. Kizárt, hogy odaérjünk. Gyerünk! Nem sikerült. Nem értek oda a megbeszélt helyre. Az egyik helikopter kényszer leszállást hajtott végre, egy sérült van. És a túszok? 3 órája megszakadt a kapcsolat.
Második nap. Kicsit pihennünk kell, nem bírja tovább. Megállunk. Mi a B-terv? Nincs B-terv. És mihez kezdünk? Nem tudom. De úgy sejtem, hogy nem lesz az ínyünkre. Hé, százados! Psz. Viktor? Köszönöm. Köszönöm. Akkor mihez kezdünk? Innen egyetlen út vezet Afganisztánba. Ott van. Elment a józan esze. Miről beszélnek? Azt a parancsot kaptuk, hogy vigyük vissza. Van valakinek jobb ötlete? Hm? Inkább egy óra dicsőség, mint sem a feledés homályába veszni. Mostantól minden perccel fogynak az esélyeik. Amíg nem lesz bizonyíték, folytatjuk a keresést. Maradjanak készültségben. Mi hozta ide? Ejtőernyő. Tudja, mire gondoltam. Na végre. Kíváncsi voltam, mikor ébredt fel a fenevad riporterénye. Mit akar tudni? Hogy kerülök ennyi egyenruhás idióta közé? Nem. Nem így értettem. Ó, értem. A katonák nem észlények. Persze maguk sem. Maga házas? Most épp nem. Egy kis kekszet, teával. Mi az? Tudod, hogy sose érünk oda. Inkább meg kéne várnunk őket. Remélem, tudod, mit csinálsz. Én is. Nagyon bátran viselkedett. Nem én voltam a bátor. Hanem a nő, akit a faluban láttam. Mielőtt lelőtték, levette magáról a burkát. És tudja, mit tett? Rájuk mosolygott. Én mit tettem? Semmit. Tudja, nem erősségem a cseverészés. Jól van? Igen. Harmadik nap. Tittak. Oké, fedezlek. Megbízhatunk benne? Mi? Megbízható, igen vagy nem? A tálibok
kiirtották a családját. Megfelel? Tudja, hogy működik? Rendben. Köszönöm. Most szolgálják fel a reggelinket. Nem hagynak meglógni. Annyira szeretnek. Elsa, mivel sikerült így felhúznia? Személyes ügyként kezeli. Bocsánat, de ezt nem értem. Nem szeretnék zavarni, de mindjárt itt vannak. Nem szégyenülhet meg. Mindent megtesz, hogy elkapjon. Hát egyre izgibb. Ne törődjön vele. Menjen. Induljunk. Őszintén szólva, a mocskok 3 napja vadásznak ránk. Egyetértek, nem unjátok még? Te maradj a nővel. Igen, uram. Vissza! Húzzatok vissza! Vissza! Ezek maguk az ördögök. Azt mondtam, vissza! Miért? A Hindukus hegyei úgy is végeznek a nővel. Menj vissza és öld meg! Okli! A nyugati nők. Keményebbek, mint hinnéd.
Gyerünk, kapjátok el! Tűnés! Negyedik nap. Kinyírnak. Mi lehet a kudarcunkkal? A hadsereg tehetetlen. Ha tétlenül ülünk is, ezt írják. Biztosra veszem, mindent megtesznek, hogy a nőt kimentsék. Barát vagy ellenség? A következő hegy 5000 méter magas. Élelemre van szükségünk, és pihennünk is kell. Ezek meg mi a szart keresnek ott? Rendkívül bölcsen cselekszik. A vendég szeretetüket kéri. Sosem tagadjuk meg. Még az ellenségtől sem. Hagyományból. Legközelebb megkötöm magát. Salam alaikum. Kérdezzel rá a gyerekekre. Cserenjehic, pecsenészt. Tobston, tolbon omadan du. Nyáron eljöttek a tálibok, és elhurcolták az összes gyereket. Mind a 17-et. Miért? Hogy kiképezze őket a madrasszá. És visszatérve betartathassák a sária törvényét. Nem csoda, hogy gyűlölik őket. Na, ez hogy tetszik? Jó lesz. Oké, elviszem. Köszönöm. Megegyezünk. Igen, mindent ez elviszünk. Ez is jó lesz. Köszönjük. Nagyon szépen. Szépek. Nem ártana félszemmel figyelnünk őket. Hát, hogy ide merészkednek. Na nézd csak, ki jön itt. Micsoda jelmez? Na hát, mint egy igazi király. Éljen a király! Arius, az is jó. Ide a sapkámmal. Gyere és vedd el. Na, mi lesz? Hé, ne szívassatok már. Gyere, vedd el. Ne szerencsétlenkedj már, gyere. Ide. Szerezzél nekem. Mit bénázol, szerez meg. Ne szívózz, add már vissza. Tessék rajta, sokkal jobban áll. Fedezékbe! Gyorsan fedezékbe, mindenki fedezékbe! Marius! Ne! Meghalt! Gyere már! Viktor, hagyd ott! Marius, ne! Viktor, hagyd ott! Meghalt! Gyorsan fedezékbe! Viktor, eresd el! Siess már, gyere! Fedezékbe! Mindenki fedezékbe! Gyorsan, fal mögé!
Kérlek, mondanál egy imát Máriusért? Megtiszteltetés. Ötödik nap. Gyorsan, gyerünk! Várj! Állj meg! Nem megyek tovább. Itt maradok. Inkább halok meg velük, mint a hegyek közt. Vésüljétek át! Mindent! Gyerünk! Gyorsan, igyekezzetek! Azt is! Isten óvjon benneteket! Köszönöm, hogy megmentettetek. Vele megyek. Amin, kérlek, várj. Ne menj el. Nem hagyhatjuk itt őket. Ugyan, semmi értelme játszanunk a mártírt. Azért fognak meghalni, mert befogadtak minket. Pont leszarom. Máriuszt már elvesztettük a hülye kurva miatt. Nem kockáztathatunk néhány paraszt életéért. Segfri, a hülye kurva is marad. A parasztokkal együtt. Negatív. Luca, vigyázz az új barátodra. Humanitárius munkánk akadt. Szálem alaikum! Mindannyian szeretettel üdvözöljük, uram! Örömmel látjuk falunkban! Hol van? Hová rejtettétek? Hol van? Hol a nő, mi? Rejtettétek! Nagyon sajnálom. Nem úgy értettem. Rajta, keressétek! Gyerünk! Lőjétek le őket! Szükség esetére. Állj meg, állj! Tessék, a kedvence volt. Máriusért.
Rajta. Vigyelek, Kobe! Kész vagyok! Nem halljátok a lövéseket? Végezzetek velük! Gyorsan, siessenek! Bújjanak el! Gyorsan! Imádom a munkámat, mondtam már? Nem, először hallom. 3 óránál! Meglőtték! Tejvel, gyerünk! Thank you.
mint halott. Töltök! Indulj, fedezlek! Menni fog! Menj! Indulj! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Húvatosan! Ide, tegyék le ide! Az Istenit! Tudja, hogy kell elszorítani? Hozolja, fáj! Nyomja, erősebb! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ez az, ez az! Tiktak! A picsába! Amin? Bírd ki, haver! Bírd ki! Minden rendben lesz. Mi lesz? Megvárjuk Eliast? Nem. Miért nem? Bassza meg! Álljunk meg itt! Jól van! Ülj le! Hagyjatok itt! Majd akkor, ha már nem lélegzel. Addig meg tarts ki, Cimbi. Kitartok! Oké. Kizárt, hogy sikerüljön. Milyen magasan vagyunk? 4000 méteren. Havazni kezdett. És egyre hidegebb lesz. Mekkora szívás. Jól van. Minden rendben lesz. Menedéket kell találnunk. Gyere, Viktor, menjünk. Ez, itt a takaró. Meleg hely, de visz. Menni fog, gyere. Jól van, jól van. Segítek! Ez az, gyerünk! Hatodik nap. Megint rohama van. Fogja le! Fogja le! Tarts a lábát! Tartom! Tartom! Kapom mi morfiumot? Kizárt! Belehalna! Fuldoklik! Nyissuk ki a száját! Gyerünk gyorsan! Ez... Gyerünk már! Ez az, Viktorom! Jól van, pajtás! Jól van! Lélegezz, úgy van? Jól van, ez az. Ez az. Lélegezz csak.
nem is utállak titeket! Összejártam mi. Visszajött. Csak ez számít. Tiktaknak 9 éve halt meg a felesége. Bár csak újra boldognak látnám. Pihenjen. Hetedik nap. Viktor! 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 Tiktak! Te mit csinálsz? Hány halott kell még, hogy felfogd kurvára senki sem keres minket? Ki következik? Te vagy én, ha? Mégis mit akarsz? Fejezzék be! Elég volt! Hallották? Elég volt! Elment a maradék eszük is! Én itt maradok. Magának van gyereke? Nincs. Hazavisszük és szülhet, amennyit akar. Rendben? Jól figyelj rám. Lisa babát vár. Úgyhogy a kedvemért érj haza, hogy vigyázhass rá.
Nekem még nincs gyerekem. Vegyem ezt ajánlatnak? Nem, komolyan. Szeretnélek újra látni. Tényleg apa leszek? Az leszel. Nyolcadik nap. Hey, jól van? Segítsetek! A rohadt életbe. A francba. Napok óta szenved miatt. Miért nem szólt? Udvariasságból. Bátor húzás. Tökös csaj, de ájultan nem hallja a bókodat. Ne nézz ide, fordulj el. Jól van. Semmi baj. Mik voltak Viktor utolsó szavai? Hogy imádom a munkámat. Kilencedik nap. Miért ilyen veszélyes országba jött dolgozni? Vonzanak a hasonló típusú helyek. Legközelebb válassza Hollandiát. Miért pont azt? Az lapos. Most őszintén, hogy került ide? Vagy ez, vagy Hollandia. Hollandia jobb lett volna. Ja, tudom, lapos. Finom. Igen, de most lapozzunk. Jó, majd otthon. Elviszlek egy olasz étterembe. Nápoly specialitásai, imádni fog. Zseniális a risottójuk. A vargányás risottó mindent visz. Majd egy másik életben. Még nem haltunk meg, oké? Ne aggódj. Túléljük. Ellenség! Ellenség! Fedezékbe!
A sorsa nem az ön kezében van. Tizedik nap. Oké, gyerünk! Három kilométer két óra alatt. Látjátok azt a hegyet, amin átkeltünk? Az ott már a határ volt. Üdv Afganisztánban. Vigyázzatok! Oh, he's dead.
Innen nélkülünk folytatod. Tessék. Nem, nem. Nem, nem hagylak itt benneteket. Nézd ránk. Nem megy tovább. Kérlek, vedd el. Vidd az iránytűt is. Kérlek, Elsa. Menj nyugat felé. Elsa. Tarts nyugatnak. Mindig. Nem mehetek el. De igen. Meg kell tenned. Nagyon sajnálom, de nem megy. Elsa, ha magadért nem, a többiekért tedd meg. Nem. Vissza kell menned, vagy minden hiába volt. Menj haza. Odáig van értem. Meg vissza. Szeretem ezt a nőt. Sikerül neki.
ti rég megdöglöttetek! Tizenegyedik nap. Tizenkettedik nap. Admirális? Igen? Életben van. Estére Párizsban is lesz. Nem megyek el innen. Legyen észnél. Kezelésre szorul. Maradok, amíg meg nem találják őket. Katonai kórházba kell szállítani. Gyógykezelésre szorul. Kérem, hölgyem. Meg kell találniuk őket. Elnézést kérem. Bocsánat. Köszönöm. Velem tart? Igen. Admirális, mit csinál? Repülünk egy kört. Admirális. Igen, tudom, miniszter úr. Mégis mit? Az én dolgom volt megtalálni. Thank you.
Jonathan és minden francia katona emlékére, akik Afganisztánban vesztették életüket, az összes háborús riporter tiszteletére, akik életük kockáztatásával végzik hivatásukat a világ minden pontján.